Fülöp Erik barátommal, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjével visszatértünk ide Törökszent Miklósra, ahogy azt megígértük májusban, amikor itt az egész ország által ismert körülmények között végül is megtartottuk a demonstrációnkat. Magyarország a magyaroké, Európa az európaiaké, és ebben az országban rend és közbiztonság lesz, ez a mi programunk. Itt vagyunk, és bármikor visszajövünk, ha még egyszer azt halljuk, hogy akár egy magyar testvérünknek is a hajaszála meggörbült. Azóta is eljárás zajlik ellenem, a mögöttem látható Törökszent Miklósi rendőrkapitányság folytatja ezt az eljárást, mert hogy bejelentettem egy felvonulást a tisztességes, békeszerető, törvénytisztelő magyar emberek melletti felvonulást, amit betiltottak. Erről viszont beszéltem a médiában, emiatt ellenem indult eljárás. Végül aztán egy statikus demonstrációt megtartottunk, és láthattuk azt, hogy az akkor hetekig zajló akciósorozatunk következtében az a cigány származású bűnöző rácsok mögé került, aki terrorizálta az embereket. Ahogy megígértem, nem hagyjuk cserben a Törökszent Miklósiakat. Visszatértünk ide, hogy foglalkozzunk az üggyel. Ma meglátogatjuk a rendőrkapitányság vezetőjét, meglátogatjuk a helyi cigányság vezetőjét, meglátogatjuk az önkormányzatot, és szeretnénk beszélgetni a helyiekkel is. Szeretnénk azt megkérdezni, hogy vajon most béke van-e azóta, vagy továbbra is rettegésben élnek a tisztességes emberek. Kíváncsiak vagyunk, hogy a közbiztonság hogyan alakult május óta, amikor itt jártunk utoljára, azóta nyugalom van-e a városban. Semmi rendkívülről nem hallottam. Csend. Csend. Nyugalom van? Nyugalom. Én szerintem igen. Legalábbis én nem értesültem atrocitásról. 13 éves kisunokám, most csak ki kell mondanom az iskola nevét, a baptista iskolába jár, és ott hát aránylag elég sok a cigány, és köpködik a magyar fiúkat. És a unokám mondja, hát nem biztosan, mert boxol, hogy anya, engem nem mennek köpni, mert tudják, hogy boxolok. Kapitányság vezető helyettes fogadott minket, nagyon készséges volt, több mint fél órán keresztül tárgyaltunk vele. Megtudtuk, hogy az a bizonyos cigány származású bűnöző, aki itt ártatlan embereket vert össze, jelenleg is rácsok mögött van, tehát nyugalom van azóta a településen, amióta elmentünk, azóta komolyabb bűncselekmény nem történt, illetve beszélgetésből az is kiderült, hogy azok a Budapestről és az ország más részeiről ide szállított cigány vezetők hergelték a helyi cigányságot is, akik természetesen azóta elmentek, illetve olyan bűnözők, gengszterek jöttek ide, akiktől még a helyi cigányok is féltek. Viszont azóta elmentek, jelenleg nyugalom van, semmilyen komolyabb bűncselekmény azóta nem történt, de mi megígértük a kapitányság vezetőinek, hogy továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzetet itt Törökszent Miklóson. Most pedig innen a rendőrkapitányság épületétől tovább megyünk, a polgármesteri hivatal előtt fogunk találkozni a helyi cigányság vezetőjével. Megérkeztünk ide a Törökszent Miklósi városháza épülete elé. Észre is vettem, hogy ásott halommal ellentétben itt Európai Uniós zászló lobog, nem székely zászló. És itt fogunk találkozni Rácz Bélával, a helyi cigányság vezetőjével, a cigány kisebbség önkormányzat vezetőjével. Őt várjuk most. Ebben a pillanatban ért véget az a tárgyalás, amelyet Rácz Bélával, a Törökszent Miklósi Roma önkormányzat vezetőjével, aki egyben a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Roma önkormányzat alelnöke, folytattunk. Nagyon fontos hozzátennem, hogy bár Száva Vincéjék kerestek és szerettek volna velem tárgyalni a Törökszent Miklósi helyzetről, őket nem tekintem komoly tárgyaló partnernek, illetve ők Törökszent Miklósra csak azért jöttek, hogy a saját pecsenyejüket bűnöző barátaikkal sütögessék. Mi azért Rácz Bélával tárgyaltunk, mert ő itt a májusi igencsak puskaporos hangulatban is bizonyította azt, hogy
tényleg a helyi cigányság olyan vezetője, aki jót akar Magyarországnak, jót akar ennek az országnak, és hát itt egy órán keresztül beszélgettünk, tárgyaltunk, a megbeszélésből kiderült, hogy jelenleg nyugalom van a településen, nincs különösebben közbiztonsági vészhelyzet, mind a ketten együtt elítéltük azokat a deviánsokat, bűnözőket, akik nem akarnak jót Magyarországnak, és elítéltük azokat a haszonleső politikai, úgynevezett roma jogvédő aktivistákat, akik messziről idejöttek Törökszentmiklósra, rémhíreket terjesztettek, azt terjesztették, hogy nácik támadták meg a cigányságot Törökszentmiklóson, miközben ez nem volt igaz. Tiszavasvári polgármestereként én megtapasztalhattam azt, hogy a különféle hatósági munkákban és a rendteremtés során egy településen nem csak a rendőrségnek, a rendőrkapitányságnak van számos feladata, hanem nagyon fontos feladatai és hatáskörei vannak a települési jegyzőjének is. Éppen ezért elengedhetetlen volt, hogy a törökszentmiklósi látogatásunk során a település jegyzőjével, törökszentmiklósi jegyzőjével is találkozhassunk, és átbeszélhessük a település problémáit. Itt különösképpen a cigány-magyar együttélésnek a helyi viszonyaira tértünk ki, de megemlítettük azt is, hogy milyen droggal kapcsolatos problémákkal küzdenek az itteni lakosok. Számomra nagyon értékes volt ez a néhány perces eszmecsere, ez a néhány perces beszélgetés. Én azt gondolom, hogy nagyon sok jó tapasztalatot tudunk levonni a jövőre nézve, és természetesen azt is kinyilatkoztuk itt a helyi lakosok előtt, illetve a jegyző előtt, hogy bármikor bármiféle probléma adódik a jövőben Törökszentmiklóson, elsősorban a közbiztonsággal kapcsolatban, akkor mi felkeressük újra a települést, hiszen itt van a helyünk, és mi is igyekszünk megvédeni az itteni lakosokat. Egyelőre úgy látjuk, hogy nyugalom van, de továbbra is azt gondoljuk, hogy figyelnünk kell erre a településre, és egyébként az a nagyon sok törökszentmiklósi ember, aki ránk szavazott az európai parlamenti választásokon, joggal el is várhatja, hogy mi mindig visszatérjünk ide a településre, ne hagyjuk őket magukra. Nagyon örülök annak egyébként, hogy a helyi cigány kisebbségi önkormányzat vezetője hozzám hasonlóan úgy látja, hogy ahogy ő is fogalmazott, a deviánsokat, bűnözőket ki kell emelni a cigányság soraiból, és nem szabad átadni a terepet azoknak a cigány magukat jogvédőknek nevező embereknek, akik bűnözőkkel, maffiózókkal csak abban érdekeltek, hogy valamiféle polgárháborút, vagy akár egy újabb Trianont idézzenek elő Magyarországon. Tehát ahogy megígértük, visszajöttünk Törökszentmiklósra, és a jövőben is jövünk bármikor, amikor szükség lesz ránk.